imádni a templomban kedves vendégeinket ezen a mai ünnepi tanító Isten tiszteleten. Elsősorban a Magyar Főiskola rektorasszonyát, dr. Borosz Ildikót, a tantestületnek tagjait, kedves paptestvéreket, a diákokat. Nagy öröm számomra, hogy immár második alkalommal tarthatjuk meg ezt a tanító Isten tiszteletet közösen itt Plébánia templomunkban. A keresztény ember minden tevékenységét Isten nevének segítségű hívásával kezdi. Így tesszük ezt mi is a mai napon, amikor a Szentlélek kegyelmeiért imádkoztunk a kezdő énekünkben, amikor Isten nevét hívjuk segítségül ennek a tanévnek a kezdetén, amikor az Úrnak és az ő kegyelmének szeretnénk ajánlani ezt az egész tanévet, amely előttünk van. Azt kívánom, hogy figyelmes lélekkel hallgatva és odafigyelve Isten igényére, Isten szavára, amely által ma megszólít és oktat bennünket szívünkben, nem csak a tantárgyaknál fontos információt tudjuk magunkba szívni és magunkévá tenni, hanem az igazi bölcsességet is. A bölcsességet, mely Isten ajándéka, az igazi bölcsességet, amelynek kezdete az Istennek félelme. Ezekkel a gondolatokkal köszöntelek szeretettel mindannyiótokat. Most pedig felkérem dr. Orosz Ildikó, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola rektorasszonyát, hogy mondja a köszöntő beszédét. Dicsőtessék a Jézus Krisztus, dicsőség Jézus Krisztusnak, és áldás békesség. Ebben a templomban, ahol összejöttünk, három felekezet ifjúságot ültünk össze szeptember 1-én, hogy Isten házából indulhassunk és kezdhessünk meg a tanévet, de elsősorban a múlt év lezárása kezdődik ma. Ez az Isten tisztelet, ami ökumenikus, ami felhívja a figyelmet arra, hogy egymás terhét hordozzunk. Együtt kell, hogy megoldjuk a problémáinkat. Együtt a hálaadó Isten tisztelet is, hiszen lezártuk a múlt évet, és egy másik idézettel a családon befordultat imádságának választott idézetével fejezzem ki, mindeddig megsegített minket az Úr. E két gondolat hozott ma ide minket szeptember 1-én, ahhoz, hogy a tanévünk, következő tanév emberileg sikeres legyen. Hogy milyen lesz, az Isten határozza meg. Az ő kezében vagyunk, és el kell tőle mindent fogadnunk. Hisz mi magyarok, akkor idejöttünk a Kárpát-medencére, Szent István államalapításakor, az ő gondolataival azt mondta, nincs más belőlünk, csak Isten útja, bármit is hozzon rám. És ez a bármit is hozzon rám igaz, hisz mi nem tudhatjuk az ő gondolatait, nem tudhatjuk az ő terveit velünk, bár nélkülünk el, akik van, de a mai napon ezt tesszük. Elfogadjuk, hálát adunk mindazért, amiben megsegített, amiben feljutottunk. És elfogadjuk azokat a veszteségeket, amit szintén valamilyen okból ránk volt. Hogy a múlt év folyamán sokat vesztettünk emberileg, hisz volt rektor, hogy távozott az élők sorából, egykori rektor helyettesen távozott, és augusztus utolsó napjaiban tanévkezdés előtt a főiskola gépkocsi vezetője is távozott, és számos emberi veszteségünk volt, ezért azt gondolom, mielőtt a hálaadó Isten tisztelet, a tanévkezdő Isten tisztelet elkezdődne, az ő emlékünkre áldozzunk egy perc néma felállás.
Köszönöm. Hogy ma egyszerre és most itt vagyunk, az egy 3 évvel ezelőtti gondolat és kezdeményezés volt. Molnár János esperes atya, beregszázi katolikus templom esperese fordult hozzánk írásban, azzal a gondolattal, ami nagyon helyén van, hogy részt vett a mi diplomaosztó ünnepségünkön, amit Isten házából a református templomban tartottunk, tartunk immár több mint 2 évtizede, vagy legalábbis 2 évtizede, és javasolta, hogy amennyiben itt van, felajánlja, hogy ne a tanév éljen véget ott, hanem innét indulva, Isten házából indulva kezdjük ezt a tanévet. És ebben partnereink voltak akkor is, most is, a főiskola, különböző felekezeteknek a lelkipásztorai. Mai nap is ők tartják a közös Isten tiszteletet, ami lelki épülésre fog szolgálni, egymás szokásainak megismerését is segíti, egymás iránti toleranciánkat is kifejezheti, legalábbis ami az ifjúságot illeti, hisz mi felnőttek, ezt igyekszünk gyakorolni és gyakoroltatni veletek is. Ebben az évben is mindenki a saját felekezete szerinti főiskolai lelkészhez fordulhat. Így Maksai Attilához, a főiskolai református ifjúsági gyülekezet lelkészéhez, Marosi Istvánhoz, a görögkör, azaz a görög katolikus ifjúsági gyülekezet lelkészéhez, és ez évtől kezdve Antal atya megbízásából Losák Istvánhoz, a római katolikus ifjúsági gyülekezet lelkészéhez. Problémákkal, problémákkal keressétek őt, forduljatok bizalommal, és vegyetek részt mindazokban a lelket építő programokban, amiket ők ajánlanak nektek. Hisz a tanulás mellett az épp testben mindenki gondolata is benne van, és fordítva is igaz. Épp lélekkel lehetünk épp testben, még akkor is a test nem mutat mindig egészséget. Lásd, a hamarosan kezdődő paraolimpián is, aki ott elindul, az biztos kívülről nem épnek látszó testben, de épp lélekkel vesz részt az ember életben. Erről szól az előttünk lévő összes feladat és kívülás. Most számomra mai nap nem maradt más feladat. Rábízzuk magunkat Istenre, akikhez az atyák közvetítik majd a kérdésünket, és meg is a tanévek úgy, hogy Istennek hálát adhat, és kérje az ő segítségét a következő tanévre vonatkozóan, elkezdhessük tevékenységünket. Köszönöm a lehetőséget, az atyáknak pedig azt, hogy közreműködnek az ifjúságban. Folytatjuk Isten tiszteletünket a kiosztott lapoknak a bűnbánati kérdésével, mert Istentől a megbocsátás és a megtisztulás tartalmát. Thank you.
néhány percben szólnék hozzátok, és engedjétek meg, hogy egy történetet osszak meg veletek, mielőtt igét is olvasnék. Nagy öröm az, hogy ennyi új embert és új arcot láthatok itt, és láthatok itt a főiskola belvében, akik most kezdik meg tanulmányaikat. És a történet, amit el szeretnék mondani, igazából rólatok szól. Bár elsőre talán azt hisznek majd, hogy nem. Történet szerint egy fiú egyszer egymásás közben sasfészekre talált, amiben már nem volt ott a sas, és talált benne egy folyás. Hogy hazaért, gondolta, hogy megkísérli ezt a szinte lehetetlen feladatot, hogy ezt a tojást kikelti. Átragitte az udvarra, és berakta egy kotlós alá többi tojás mellé. Lásd a csodát, kikelt a tojás, és kikelt belőle a sas fiúka. Azonban, amikor kikelt, kotlós és a többi ifjú tanítvány között azt hitte, hogy ő csirke. Így is tanult csirkeviselkedést, és kapirkálta a barom fiúkában a testvéreivel. Mert jobb nem jutott eszébe. Azt látta, ami a környezetében van, többiek életében, és azt hitte, hogy ő is erre hivatott, és mennyire hivatott, hát ezt jelte meg. Nem érzett valami erős késztetés magában, hogy ő valami többre hivatott, és valami többre képes, tehát mivel nem tudott mit kezdeni vele, így nem törődött azzal, hogy éppenséggel elnyomta magában, azt mondta, elég ez, ami most vagyok, hiszen más is így él az én környezetemben. Egy nap látott egy sast elszállni baromfi utal fölött, látta a szárnyalását, látta, hogyan repül, és abban a pillanatban rájött, hogy ő olyan akar lenni, mint ez a sas, magas a szárny, többre jutni, hegycsúcsokra felérni. És megmerte azt tenni, hogy óvatosan, kicsit félve kitárta a szárnyait, elkezdte használni ezeket először még nagyon bénán. A negye ügyesebben, és felszállt. Először bizonytalanul szárnyalt, és aztán felfedezte önmagát, igazi önmagát, igazából azt, aki ő, és akinek Isten teremtette. Egy teológus következőt írt egyszer, ha rájössz, hogy csak fél időt tudod elérni, akkor ez a másik fél, amit fog ösztönözni, utolsként újdolni, kinek helyezted ezt a pillanat igazából. Ide jöttetek a főiskolára, itt tanultok. Sok mindennel próbáltok majd hasonlani. Láttak magatokról példákat, életeket, felsőbéleseket és más főiskolásokról, évfolyamatokról. És sok mindennel hozzával addig fogok eljutni, hogy olyan legyetek, mint mások. És sokszor az ember életes tudják kell a szó, hogy az ember próbál felesélni a környezetére. És sohasem lesz nem magam. Lehetne. És bár most hozzátok beszélek pusztán a diákokhoz, de hadd mondjam, nem csak tudatok van szó. Én merem most azt mondani, hogy ugyanis szó van tanárokról, lelkivezetőkről, mindannyiunkról, rólad is, akik van itt állunk. Úgy sokszor bizony annyit látunk és ahhoz alkalmazkodunk, aki és amik körülvesznek. Érezzük a készletést, hogy talán több lehetne. Talán többet tehetnék és többet értetnék el. Talán magasabb a szárnyaknak. De az ember olyan, hogy megtanult ezt elfolytani magában, és megtanult kisebb lenni és kevesebb lenni. És sokszor elégedetlenül elégszik meg azzal, aki és ami. Önmagunk felfedezése volt az, és hadd hozzam itt az igét elétek, amit Pál apostol gondolt, amikor azt írja az Efézusi levél első részében, hadd fordítsam ezt a ti nyelvetekre egy kicsit, hogy Krisztusban ismerjük meg, hogy kit vagyunk és miért élünk. Amíg csak azt látjuk, aki az ember és ami az ember és ami az ember képes, az ember képes, addig mindig annyit maradunk, amíg emberi képességeinkből telnek. Nem értjük, hogy mi a hit, nem értjük, hogy kicsoda Krisztus. Akkor fogjuk megérteni, amikor talán bátortalanul elkezdünk szárnyakat próbálgatni. És rájövünk, hogy a szárnyunk nem csak arra való, hogy ott röpködjünk a baromfi udvar talaján, kaparvassuk a szemetet. Rájövünk arra, hogy Krisztus által, ha merjük teljesen kitárni a szárnyainkat, akkor a hit éppen azt jelenti, hogy felfedezzük, kivé teremtett minket az Isten, és milyen célja van velünk. Isten teremtett téged, magának teremtett, másoknak teremtett és céllal teremtett. Amíg ezt nem érted, hadd merjem mondani, hogy az életetek nem lesz értelme.
Azt hiszed lesz, és azt hiszed az az értelme, hogy valahogy végigél. Valamit csinálj benne, valamire azt hívom, hogy ez is fog. Hidd el, hogy az Isten téged nagyszerű és hatalmas dolgokra teremtett. Még annál is többre, amit most gondolsz, és hadd mondjam azoknak, akik nem most kezdik a pályát, az életet, még annál is többre, amit eddig elértél. Ez a főiskola is nagyon sok mindent elért már. És ha ide hátra nézek, nem fog hátra fordulni, de ide szólok, hogy valóban azt lehet mondani, hogy ez a főiskola, ahova ti jöttetek, csodálatos dolgokat tudhat már hátra mögött. Én merem azt hinni és mondani, hogy még ennél nagyobb dolgokra is hívott az Isten olyanokat, akik ezért a főiskoláért dolgoznak és tesznek. És ezeket akkor fedezheti fel az ember, amikor már túlnézni azon, ami emberi, ami pusztán fordozja van. Hadd merjem mondani, hogy Krisztusban fogjuk felfedezni az életünk célját, a jelentőségünket és a rendelkezésünket. Más szavakkal felfedezünk igazi önmagunkat. Hadd helyezek három dolgot a szívetekre. Az első az, hogy keresd a sast. Keresd Istent, aki teremtett, és ha megtalálod, akkor fogod megtalálni önmagadban azt, aki igazán vagy. Nem ott lent, ahol nagyon sokan vannak és maradnak, és megragadnak, hanem valahol fent, sokkal magasabban. Második, hogy ne félj önmagad lenni. Azzá lenni, kivé Isten teremtett. Ne ragadj meg abban, amit látni fogsz magad körül, ami sokszor bulib, amire sokszor azt érzed, hogy hát ez jó és ez elég, mert több lenni, és mert kibontakozni. És a harmadik az, hogy valóban légy sassára. Légy olyanná, akire aztán mások nézhetnek föl, hogy nézni itt szárnyalat, magasan. Ahol mi sokszor csak szeretnénk, amire sokszor csak vágyunk, és azt mondjuk, hogy mi nem vagyunk rá képesek, ez csak mások kiválóságban. Hidd el, hogy Isten, amikor megalkotott téged és elindítottsz az életed, akkor téged oda helyezett az égre, magasan, hogy ott szárnyalj, hogy kitárd a szárnyaid, és magasan repülj. Ez a főiskola számodra egy lehetőség arra, hogy kibont a szárnyaidat, és ha Krisztus ott lesz az életedben ezekben az években, akkor felfedezheted önmagad, és azt, akivé lehetsz, és akivé Isten teremtett. És én azt kívánom nektek, hogy ezt találjátok meg. Ne ragadjatok le abban, ami sekélyes, ne ragadjatok le abban, ami aztán emberileg főiskolás, egyetemista felsőoktatási lét, hanem tudjatok ennél magasabbra szárnyalni, és kibontani magatokban mindazt, amit Isten elhelyezett bennetek, és ott szúnyan. Ne szúnyadjon, és majd a végén ne halljon meg, hanem legyen élővé, és emelkedjetek fel abban a magasságban, ahová képesítek titeket az Isten. Engedjetek meg egy hirdetést is, és ezért bocsánatot kérek a szervezőktől. A főiskolai református ifjúsági gyülekezet jövő héten kezd szerdán. Nem hagyományos módon kezdünk, az idén először elsősorban a kezdőket. A kollégiumból is, meg a főiskolában is az elsősöket szeretném meghívni, majd oda a parókia udvarra, ami a Kölcsei kollégium és a főiskola között van, egy nyitó estre jövő hét szerdán fél hatóra kezdettel, ahol volt főiskolás, sőt főiskolás tanár, és jelenleg a felsőműves főiskolás is. Szeretne főzni nektek, nagyon sokféle dolgot. Lesznek zenei programok, játékok és sok minden. Azért hívunk titeket, hogy találkozzatok egymással, találkozzatok a felsőbb évesekkel, és kezdjétek ezt el ezt az évet valamilyen élő módon, diák évként. Úgyhogy jövő héten, szerdán fél hatóig kezdettel, mindenki oda várunk. Én hiszem azt, hogy megtaláljátok ezt a helyszínt, és jövünk el, érezzük jól magunkat, érezzük jól és ha mehetek ilyet mondani, akkor legyen szükségezettől független, és itt ezen a helyen már elmegyünk a többi felekezet egyébként a jószét is erre az alkalomra, várja vételve, és egy kezdésre köszönöm szépen, hogy meghallgattatok, és elnézést kérek, hogy most jobbra tudok elérnem sajnos egy temetésre. Áldott étkezést kívánok mindenkinek, áldás békességet. Folytatjuk Isten tiszteletünket a következő énekünkkel, előtted Jézusom lelőd.
szeretnék a lelketekbe idézni. Az Ószövetségben Jákob a vándorlásának idején egyik alkalommal elaludt, és álmában azt látta, hogy megnyílik az ég, létre van az égnek támaszva, mely a földről egészen az égig ér, és ezen a létrán angyalok járkálnak a mennybe, és a mennyből pedig le a földre. Akkor a középkori teológiától kezdve ezt a történetet az emberi élet és az Istenhez való kapcsolódásnak a történeteként jellemzi, és úgy is magyarázzák, egyfajta lépcsőfokként, amely az ember a mennybe, az Istenhez vezeti. Ugyanúgy a lelki életnek megvannak a saját fejlődési fokai, ugyanúgy a személyiségünknek is megvannak ugyanezek a lépcsőfokai, gyerekről kamasszá, aztán ifjúvá, felnőtté, majd idős emberré válik az ember. Ezek az életkori sajátosságai, és mindezekkel együtt megvannak a lépcsőfokai a szellemi, személyiségi fejlődésünknek is. Ami nagyon fontos ebben a történetben, hogy észrevegyük, hogy a földről az égbe a Biblia leírása szerint angyalok járnak. Az angyalokról ugye azt tanítja a teológia, hogy tisztán szellemi létező, és testük ugyan nincs, de teljes egészében a szellemi létünkben hasonlítanak az emberhez. Néha, amikor a Biblia bemutatja őket egy-egy alkalommal, akkor emberi alapot fölvesznek ugyan, de az angyalokról szellemi létezőként beszélünk. Ugyanígy fontos az emberre tudatosítani, hogy az angyalok, mint szellemi létező, elsősorban hozzánk hasonlóak. Hozzánk hasonlóak, és hát ilyen értelemben ugye az angyaloknak ezt a szellemi útját, felemelkedését kell az embernek is megérteni, és a feladatokhoz, a célokhoz, az eszméhez, a lelkünk alapján, a lelkünk útján, a lelkünkben megjelenő vágyak, gondolatok, érzések alapján tudunk eljutni. Az ember Jákob álmához hasonlóan szinte angyalként is kell, hogy érezze magát, bár ugye gyakran nem hasonlítunk az angyalokhoz, de a lelki megnyilvánulásaink, a vágyaink, a céljaink alapján mindenképpen hozzájuk hasonlít. Így amikor a tanévet elkezdjük, mind a diáknak, mind a tanárnak, de valamilyen módon ezt a hivatást újra kell élni és újra kell értelmezni magában. Vörös Sándornak van egy írása, amelyben pont erre a létrára, Jákob létrájára utal. Azt írja, egyetlen parancs van, a többi csak tanács. Igyekezz érezni, gondolkozni, cselekedni, hogy mindenkinek javára legyen. És egyetlen ismeret van, a többi csak oldás. Alattad az ég, alattad a föld, fölötted az ég, és benned a létra. Hát valahol az angyalokon túl ezt a létra szerepet is szánja nekünk az Isten, hiszen ha a hitünket, a vallásokat elkezdjük vizsgálni, akkor látjuk, hogy a teológiának a kifejezése alapján Krisztus megtestesül, emberi alapot vett fel, tehát több lett, mint az angyalok, hiszen emberként testesült meg az Isten, és így mond be bennünket abba a hivatásba, abba az emberi méltóságba, és abba az Isten által megtervezett emberi létbe, amelynek az az alapja, hogy Krisztus is emberként szeretett volna ebben ezen a világon élni. És ilyen értelemben ugye az ember egyfajta létraként éri az életét, és mivel azt tapasztaljuk, hogy Krisztus emberként jött el a világra, ezért az emberi méltóságunkat is valamilyen szinten magasba emelte, önmagához emelte, és ilyen értelemben ugye az Istenhez kapcsolta. Egyfelől rajtunk keresztül jönnek el azok a gondolatok, amelyek az Isten üzeneteként, azokat a tudásokat, azt a tudást, azt a szellemi erőt, amelyet közvetítenek számunkra, közvetítenek számunkra a tanárok, de egy létraként rajtunk keresztül érkezik el hozzátok,
ugyanúgy visszafelé is igaz, hiszen az emberi méltóságnak mindazokat a kérései, igényei, az emberi együttélésünknek, a közösségi, nemzeti létünknek, a vágyait is ezen keresztül, az emberen keresztül, a tanárok keresztül tudjuk megfogalmazni, és hát reményeink szerint majd, ahogy ti is tanárra vagy szakemberré léptek előre ezen a létrán, egyfajta szellemi szócsövekké tudtok alakulni. Ez az embernek a hivatása, ez a fajta létra szerep, amely összeköti az Isten az emberekkel. 2008-ban történt egy esemény Párizsban. Felújították a Bencésennek egy középkori kolostorát, és ennek az avatási szentelés ünnepségére az akkori pápa 16. Benedek pápa is elment, és szeretett, és ott beszélt az értelmiségiekhez, a közéleti személyiségekhez. Beszédének az alapjául egy középkori szentes, Szent Bernárdot választotta, aki a korának egy kiemelkedő tudósa volt, és mind a pápa, mind pedig a fejedelmek nagyon gyakran fordultak hozzá tanácsként. Benedek pápa egy Szent Bernárdról írt könyvnek a címét választotta, az alap gondolatát a beszédében, a könyvnek a címe pedig a betűk szeretete és az Isten utáni vágy. Egy kicsit filozófikus az ember számára, amikor belegondol ebbe a címbe, belegondol ebbe a gondolatba, hogy a betűk szeretete és az Isten utáni vágy. Mert elég megfoghatatlan. Elég megfoghatatlan, de mégis nagyon-nagyon közel áll az emberhez. Egyfajta életprogramot is jelenthet számunkra, hiszen a betűk szeretete elsősorban ugye a könyvnek a tudásnak, az ismeretnek, az ábráknak és minden más olyan eszköznek a szeretetét jelenti, amelyen keresztül az ember számára elérkezhet a tudás. A megszerzett tudásunknak a leegyszerűsített valósága az, ugye az írott szöveg az betűkből áll össze, hogy nagyon egyszerűen szeretnénk megfogalmazni. Ahhoz, hogy az ember kifejezze a saját hivatását, ahhoz szeretni kell ezeket a betűket. Szeretni kell azt, amit tanul. Az Isten iránti vágy, az pedig ugye egyfajta kifejeződése az embernek, hogy mindig szeretne nagyobb lenni, szeretne több lenni, szeretne fejlődni. A betű szeretetéhez, ez az Istenhez való eljutásnak a vágya, a tökéletesedés, a szív utáni vágyakozás leginkább ott kell, hogy legyen az embernek a szívén. A tudásunkat is ugye egyfajta rendszerben kell mindig elképzelni, és ebben a rendszerben egyre mélyebben tudjuk elsajátítani a tudást. Ilyen értelemben ugye, amikor az ember egyre okosabbá szeretne válni, azt a tudománnyal tudja biztosítani maga számára. És amikor pedig egyre erkölcsösebb szeretne válni, ezt elkölcsösebbé szeretne válni, akkor pedig a hittel tudjuk biztosítani önmagunk számára. A hitet és a tudomány, ugye, hogyha egymáshoz kapcsoljuk, akkor ez már a hittudomány, amit idegen szóval teológiának vagy Istenről való beszédnek tekintünk, és ilyen értelemben az embernek azt kell felfognia, hogy akkor, amikor tanulunk, amikor hiszünk, amikor jobb emberekké, jobb szakemberekké szeretnénk válni, akkor valamilyen módon mindig az Istenhez leszünk méltóba, és mindig az Istenhez közelünk. Benedek pápának a beszédéből szeretnék idézni számotokra, hiszen nem csak beszélt a Szentről, beszélt a Szent Bernárdról, hanem azt is kifejezte, hogy milyen környezetben kell, és milyen környezeti hatásokkal kell az embernek megküzdenie, és mi az az emberi élethivatás, mi az a diák számára, vagy felnőtt számára, tanár számára megfogalmazható élethivatás. Azt írja ugye a beszédében. A kolostorok lakói nem akartak új kultúrát teremteni, és nem törekedtek a régi megőrzésére sem. Szándékuk sokkal egyszerűbb volt, mégpedig az Isten keresés.
Azokban a zavaros időkben, ugye visszautal a középkorra, amikor minden összeomlással fenyegetett, a szerzetesek a legfontosabbra vágytak, megtalálni azt, ami értékes és maradandó, megtalálni az életet, keresték az Istent. Az ember, amikor nehéz helyzetbe kerül és nem tudja a kiutakat, akkor elsősorban mindig önmagára egyfajta szent önzéssel kell tekinteni, önmagát akarja jobbá tenni. Megtalálni az Istent, amikor megtaláljuk az Istent, amikor keressük az Istent, akkor tulajdonképpen az emberi élet nyugatásokat éljük meg. És ilyen értelemben Isten akaratának a keresése, a tudásnak az elsajátítása, minden tekintetben az emberi életünk nyugatásának az Isten keresés után, és hát bízunk benne a szellemi, lelki fejlődésünknek is a javára. Folytatjuk életünket, ne hozzák Jézuson felkiáltunk. Tehetsége szerint, ahogy mi hívjuk, adottság, tehetség, adomány.
Eszembe jut mindig Jézusnak az a példabeszéde, hogy van egy három szolga, és akinek az Úr kioszt ugye, különböző méretben és mennyiségben talentumot. Az egyik kettővel nincs is gond, kamatoztatja, de ott van ez a harmadik, aki mondjuk ki őszintén, hogy egy lusta ember. Elássa a talentumát, visszajön az Úr, a gazda, és visszaadja, tessék, itt van, minél tiéd. Jézus azért mondja el ezt a példabeszédet, valahol picit felrázva és felébresztve, hogy mindenki kapott valamilyen tehetséget. Ilyen ember nincs, aki azt mondja, hát én szerencsétlen vagyok, nekem semmi nem jutott, hiába álltam kétszer is a sorba, akkor sem tudtam. De az már egy másik dolog, az már a te feladatod, hogy ezt felismerd. És nem csak a diák, hanem a szülő, a tanár. Mert a tanár-diák kapcsolata ugyanaz, mint a gyermek-szülő kapcsolat. A szülő elvárja a gyermekéből azt, hogy fogadjon szülőt, viseljen, tegye azt, amit mond a szülő. De a szülő megfeledkezik sokszor arról, hogy neki szülői hivatás. Hogy mutasson példát, hogy bátorítson, buzdítson, és adjon abból, amit ő is kapott, amit elmondott Isten. Hát ugyanez áll egy diák, egy hallgató és egy tanár között is. Ne csak elvárás legyen, hanem valóban annak a tehetségnek, vagy a kamatoztatás, ami nagyon sokszor megfeledkezik, mert elvégzitek a főiskolát, a diplomát, mindenki örül, mindenki valahol dicsér, de hogy ezt meg tudjuk-e élni hivatásszerűen, és ne csak szakmaként kezdeni. Hogy felismerjük-e azt, hogy van egy olyan része az életnek, amit úgy hívunk, hogy a közjó. Hogy mit teszek a közjóért. Hogy bele tudok-e képülni a társadalom életébe. Nem mindegy, mint egy mozinéző, hanem mint egy tevékeny résztvevő. Lelkiismeretemben tiszta-e ez a dolog, hogy hogyan élem meg az Istennel és a társammal, tanárommal, diákommal, barátommal ezt a fajta kapcsolatot. Itt nem csak főiskoláról van szó, itt magyar főiskoláról van szó. Mi, akik itt kisebbségben élünk. Mi, akiknek nem csak egyfajta feladat, hanem egyfajta hivatás, megőrizni és továbbadni mindazt, amit mi is ajándékén kapunk a mindenhatótól, és rajta keresztül ott vannak a szüleink, felmenőink, hozzátartozók. Egykori tanár. És ahogy ezt sokszor hallottuk, volt egy ilyen tévéműsor, hogy ön a leggyengébb látszer. Viszlát. Vajon én vagyok az? Vagy te vagy az? Vagy még a leggyengébb látszem. Egyébként sem lehet az. És éppen ezért fontos látni, befogadni, beépíteni és továbbvinni mindazt, amivel az Isten megajándékoz, és az a feladat, hogy ezt kamatoztass, és így tovább. Függetlenül attól, hogy most hiszel Istenben, nem hiszel Istenben, az a tény, hogy Isten hisz benne. És ez a legfontosabb. A mindennapi életem. Mert nem csak fekete oda van, nem csak piros vagy színes oda van, hanem változó. Egyszer fent, egyszer lent. De amikor lent van,